Latinovics egy nagy-nagy szerelem, tehát nekem gyerekkorom óta tulajdonképpen mindig nagy kedvencem volt, és nagyon-nagyon értékeltem és szerettem az ő versmondását, az Adi lemezt szinte fejből tudtuk még gimnazistaként, a filmjein nőttünk föl, tehát egy olyan idol volt a mi generációnknak, amelyre úgy mindig úgy nagy szemekkel lehetett csak föltekinteni, és ezzel együtt úgy gondolom, hogy az ő művészete az valahogy mind a mai napig nagyon nyugtalanító. Tehát nem lehet úgy kipipálni, hogy na hát Latinovics igen volt, aztán úgy volt, ahogy volt, aztán elment, és ahogy elment, ugye mindenki másképp gondolja ezt, de egyszerűen de lépjünk túl rajta. Szerintem egy olyan meghatározó művész egyeniség volt a 20. század második felében, ami nem nagyon lehet még mind a mai napig túllépni. És ez alatt az egy év alatt, amit most 10 filmet meg fogunk nézni, arra a közös gondolkodásra invitálom az érdeklődőket, hogy mi lehet ez a titok, mi az a tehetség, az a szenvedély, ami Latinovicsot annyira kiemelte az egyébként zseniális kortárs színészek közül is. Ez volt az, legyünk pontosak, az első önálló film főszerepe. De azt kevesen tudják, és ez nemrég derült ki. Biztos sokan látták a Lilionfit. Szombat délután, vasárnap délután, felújítás, mozi. Az elején van egy snit, a film legelején, balatonfüredi képsorok, ahol piros felső kabátban és zsoké sapkában kis bajusszal hasal egy fiatalember. Az ő egyetlen beállítás, statisztált. A történet szerint Balaton Szemesről mentek át vitorlással, és a Makkároly rendezőnek bemutatták, hogy itt van ez a fiatalember. Ez 54 vagy 55, akkor még építész hallgató volt, de készült színésznek. Ez is külön történet, hogy miért nem felvételizett. És hogy tegye be a filmbe, és hát a Mak megengedte, és oda került, ott fekszik. Az az első filmes megjelenés, ez az első főszerep. És aki ezt a filmet végignézi, ugye itt a televíziósoknak beszéltem róla, meg veled is itt a sötétben egy kicsit szót váltottunk, hogy ez most jó film, vagy rossz film. Annyira kilóg az a lóláb, hogy a fiataloknak vidékre kell menni dolgozni, értelmiségnek, mérnököknek, színészeknek is ott tényleg elő volt írva, de annyira szépen bele van ágyazva a magánéleti konfliktusba, hogy lenyomja a torkunkon ezt a korabeli politikai idiómát, rögeszmét, amit végre kellett hajtani, meg kellett csinálni. Hogy vele játszattatták el az önsorsrontó magyar értelmiségi típusát, aki ez mindig benne volt egy picit a konfliktusban, hogy van egy nemzedék, a fényes szelek nemzedéke, a népi kollégisták nemzedéke, azok a politikailag, az a politikailag megcsinált réteg, hogy újsághirdetésre kerestek a főiskolára fiatal vidéki tehetségeket, és ugyanígy az értelmiséget is így nyomták, hozták föl a vidéki falusi értelmiséget, akikkel gyorsan ment föl ez a társadalmi lift, hát ezt majd az Oldás és Kötésben látható lesz szépen, biztos sokan ismerik a filmet és látták már. És valahol egy ponton megtörnek, valamilyen hibát elkövetnek, ha ezt a filmet nézzük, itt ugye azt a tétel hibát követi el, hogy nem hajlandó ott maradni a kilométeres gyaloglással, és felteszem, hogy milyen szállással megküzdeni, és rögtön bele akar ülni a kézbe a jóba, mert tehetséges. Van egy, ennek a figurának is, meg Latinovicsnak is volt, ezt valljuk be, egy zseni tudat, egy ilyen öntudata, hogy ő a kivételes tehetség, akinek az Isten adta ezt a kegyelmet, nem a színház és filmészeti, akkor még főiskola pecsétes papírja, hanem a tehetsége, amivel jár valami, amit nem csak lelkesedés, szeretet, de valami különleges tisztelet és figyelem. Ebbe a karakterbe ez erősen benne volt, és a későbbi szerepeiben is benne volt. Ő nagyon sok végjátékban keveset játszott, sok egyenruhást játszott, és történelmi filmekben is játszott. De ez a típus, ez a férfi típus, értelmiségi típus, akit itt megelevenít, azt hiszem ez az ő igazi arca. Ez kíséri el végig azt a sajnálatosan rövid pályát, ez 1959 és 1976 Balaton
Szemes ugye.